hát még a nő elejét. Karcsú, sovány, intelligens, egy kicsit degenerált, szóval pont az esetem. Tudod, mit csináltam vele? El tudom képzelni. Egész éjjel főztem. És mondd, hasonlítottál? Á, egy cseppet sem. Na, de te nem azért jöttél ide, de, hogy... De, csak is azért. Igen, édes vagy, mert jelenti az ölembe. Így, ilyen szép szemeid vannak, mint az ahát. Na, volt barátom, ígért nekem egy ahát köves gyűrűt. Na hát... Ugyan ne húzd már az időt, a szekrényben van, vagy nincs a szekrényben? Én a megállapodás értelmében kijelentem, hogy a szekrényben van. Én pedig kijelentem, hogy a szeretőd 2 percen belül nincs az élők sorában. Megyek a fürdőszobába, maga utánam jön és megmasszírozom. Nem kérem, én már megjöttem, de masszőr meg. Hát ha azt csinálsz, amit én mondok, ha azt mondom vetkőztetsz, akkor vetkőztetsz. Ha azt mondom öltöztetsz, akkor öltöztetsz. Ha pedig azt mondom, hogy feküdj be az ágyba lábmelegítőnek, akkor lábmelegítő leszel. Máris! Igenis, ügyvéd úr. Máris, ha jönnek a hajadonokat támogató egyesületből, akkor nem vagyok itt. Ja. Igenis, ha jönnek a hajadonokat támogatók, akkor... Mi van magával? Nem tudom, kérem, de nekem olyan melegém van. Bocsásson meg ez a nevetés, de én szeretem magát. Én akarom venni magát feleségül. Ugyan, ne csúfolódjék, hiszen magad nős. De baj, én elválok, és elvezem feleségül. Jancsika fiam, hogy van? Szörnye. Egész éjjel kölyöget. Orvos kellett hívni hozzá. Úgy néz ki, hogy be kell vinni a kórházba.